Köszöntöm nézőinket, Önök a Tornatáj Televízió híradóját látják, Balog Erika vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Újraindult a járóbetegellátás, előzetes időpontot kell kérni mindenkinek. Szombaton nyit a szekszárdi piac, az időseknek külön idősávot határoztak meg. Rémhírterjesztőt fogtak a rendőrök, kórházak bezárásáról posztolt a Facebookra. Számítógépeket adományozott a Tornatáj Televízió, a gépek Szekszárd önkormányzatának segítségével rászoruló családokhoz kerülnek. Május 6-ától újra működik a járóbetegellátás a kórházakban és a rendelőintézetekben. A miniszteri utasítás szerint viszont csak bejelentkezés után látogathatóak az intézmények, és több más rendkívüli szabály is érvényben van még. Senki sem léphet be a rendelőintézetbe azelőtt, hogy időpontja lenne. Óránként 4 beteget fogadnak a szakrendelések, és bizonyos ellátások előtt kötelező a koronavírus tesztelés. Ezek a legfontosabb változások a járóbetegellátásban. Németh Csaba, a Szekszárdi Balassa János Kórház főigazgatója azt mondja, csak szigorú előírások mentén lehetett újraindítani a járóbetegellátást. Nagyon szigorú betegirányítási rendet ír elő a miniszteri utasítás, ami elsősorban úgy tud megvalósulni, hogy minden betegünket telefonos bejelentkezést követően és óraperces pontossággal kell, hogy fogadjunk. Ugye előírás, hogy óránként egy szakrendelésre csak 4 beteget lehet előjegyezni, és azokat, akik időponttal rendelkeznek, azokat is csak az előjegyzési időpontjuknak megfelelően fogjuk beengedni az adott rendelésekre. Az előzetes időpontfoglalások érvényüket vesztették, tehát mindenkinek újra időpontot kell foglalni. Számos ellátási formában kötelezően COVID-szűrésnek kell megelőznie a vizsgálatot. A jelenleg érvényben levő utasítás szerint ezt is a intézményünknek, a kórháznak kell elvégeznie. Az, hogy melyek azok a beavatkozások, amelyek előtt ezt el kell végeztetni, ezt részben a szakmai kollégiumok határozták meg, a betegek pedig az előzetes telefonos bejelentkezés során az adott rendelés munkatársaitól fognak tudni erről információt szerezni, hogy az az ellátás, amire jönnek, vagy amire be kell, hogy jöjjenek, az előzetes teszteléshez kötött-e. A teszteredmény 48 óráig érvényes, így a vizsgálat időpontjához viszonyítva kell a szűrést elvégeztetni. A szekszárdi kórházban a tüdőszűrő ad helyet ennek a vizsgálatnak. Németh Csaba kiemelte, továbbra is csak az Ybl Miklós utcai és a rendelőintézetben lévő bejáraton lehet a kórház területére lépni, és az eddig fennálló védelmi intézkedések, a szájmaszk kötelező használata és a csoportosulás elkerülése életben maradtak. A kórház igazgatója úgy fogalmazott, ez az egészségügy már nem az, melyet a vírus beköszönte előtt bezártunk. Kékszínű sátrak a Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet parkolójában. Ezekben végzik a szakemberek az ideérkező betegek előszűrését. Az intézmény május 6-a óta várja újra a járóbetegellátásra érkezőket. 11 osztályon kezdtek el ismét dolgozni az orvosok és az ápolók. Egyelőre csak telefonos bejelentkezést követően tudnak beteget fogadni. A korábban adott időpontok pedig itt is érvényüket vesztették. A telefonos bejelentkezés után az illetékes szakorvos visszahívja a beteget, majd kikérdezést követően dönt arról, hogy szükséges-e a személyes konzultáció. A már működő osztályok telefonszámai és a bejelentkezésre használható időpontok részletesen megtalálhatók a bonyhadikorház.hu internetes címen. Rémhírterjesztés miatt tartottak házkutatást a rendőrök egy aparhanti nőnél. A Facebookon fenyegetőzött azzal, hogy a kormány egészségügyi intézményeket zár be. A rémhírterjesztés büntetési tétele a veszélyhelyzet kihirdetésekor változott, azóta már 5 év börtön is járhat ilyen bűncselekményért. Rendőrségi videó rögzítette, ahogy az egyenruhások lecsapnak az aparhanti rémhírterjesztő nőre. A felvételen jól látszik, hogy a telefonját is bűnjelként kezelték a rendőrök. Nem véletlenül azt használhatta a közrend megzavarására alkalmas üzenetek nyilvánosságra hozatalához. Bejelentés érkezett az egyik helyi közintézményből, hogy egy nő saját Facebook profiljáról rémhírt terjesztett, mégpedig azzal fenyegette az állampolgárokat, hogy a kormány hamarosan bezárja a bonyhádi kórházat. Úgy tudjuk, az aparhanti nő több kórház tervezett bezárásáról is posztolt, a bejegyzés közzététel után hamar elfogták.
Az eset kapcsán a további eljárást a Bonyhádi rendőrkapitányság folytatja. A rémhírterjesztés büntetési tétele a veszélyhelyzet kihirdetésekor szigorodott, azóta már 5 év börtönt is kaphat, aki nagy nyilvánosság előtt a közrend megzavarására alkalmas dolgot állít. Péntekig az országban már közel 100 rendőrségi eljárás indult rémhírterjesztés miatt. A polgármesteri határozatnak megfelelően szombaton újra nyit a szekszárdi piac. A járványhelyzetre való tekintettel biztonsági szabályokat vezetett be az üzemeltető Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. A piacot reggel 8 és 10 óra között csak a 65 évnél idősebbek, előtte és utána pedig csak a 65 évnél fiatalabbak látogathatják. Üres a szekszárdi piac pénteken délelőtt, az elmúlt időszakban csak az üzletek voltak látogathatók, az árusító asztalokat viszont már készítik fel a szombati nyitásra. Ács Rezső polgármester határozata értelmében a megfelelő biztonsági előírásokat betartva visszaköltözhetnek az árusok. Egy 3 beengedési pont lesz a piacon, ahol feltöltleníteni kell mindenkinek magát, eladónak és vevőnek is, illetve mindenki kötelező lesz a szájmaszk használat, aki nem hozott magával, annak fogunk tudni adni a beengedő pontoknál szájmaszkot. 8 és 10 között a 65 év fölöttiek mehetnek a piacra vásárolni, és előtte utána mehetnek a fiatalabbak, fiatalabb korosztály. Az árusoknak kesztyű és szájmaszk használata kötelező lesz, egymástól másfél méteres távolságot kell tartaniuk, és ugyanezt kérik a vásárlóktól is. Az üzemeltető Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. Közleménye szerint folyamatosan figyelemmel kísérik a piac működését, és amennyiben bárhol torlódást észlelnek a beléptetés vagy a vásárlás során, intézkednek annak megszüntetéséről. Továbbá, ha olyan mértékű zsúfoltságot tapasztalnak, mely mellett a piacon tartózkodók biztonsága nem szavatolható, a szakaszos beengedésről is dönthetnek, vagyis addig nem mehet a piac területére újabb vásárló, amíg kellő számú vevő nem hagyja el a területet. Az árusoknak egyébként nem kötelező még visszatérniük a piacra, ha nem érzik biztonságban magukat, maradhatnak az elmúlt hetekben megszokott helyükön. Az a megoldás, amelyet a város alkalmazott, az az Agrárminisztérium szerint egy támogatandó megoldás volt, hogy nem úgy zártuk be a piacot, nem zártuk be tulajdonképpen végérvényesen. Úgy zártuk be, hogy az utcai árusítás lehetőségét sokkal kedvező feltételekkel meg tudtuk teremteni és biztosítani tudtuk, és ez úgy látom a városban jól működött az elmúlt 6-7-ben. Az üzemeltető arra is kéri a vásárlókat, hogy a járványhelyzetre való tekintettel lehetőleg egyedül látogassák a piacot, és törekedjenek a vásárlás minél gyorsabb lebonyolítására. Több mint 1 milliárd forinttól esik el a szekszárdi önkormányzat a veszélyhelyzetben meghozott intézkedések miatt. Ilyen például a helyi adóbevételek elmaradása vagy átengedése, az ingyenes parkolás vagy a közterület használati díjak elengedése. Ács Rezső, a város polgármestere pénteki hétértékelőjén kiemelte, az intézkedések nagy részére a helyi cégek életben tartása és a munkahelyek megőrzése miatt van szükség, ám hatalmas kiesés egy 7 milliárd forintból gazdálkodó önkormányzat számára. A polgármester kormányzati kompenzációban bízik. Részletek a hétvégi Szekszárdi Krónika című műsorunkban. Új városfejlesztési területek kijelöléséről és ingatlan eladásról is döntött Szabó Péter Paks polgármestere, a településvezető sajtótájékoztatón számolt be a részletekről. A Közép-Dunamenti térség fejlesztésért felelős cég több paksi önkormányzati ingatlant szeretne megvásárolni. A Paks 2-es beruházás kapcsán sokrétű feladatot ellátó társaság többek között a város egyik emblematikus, a felújított és a napokban átadott Deák Ferenc utcai rendelő épületének a megvásárlására is ajánlatot tett. Csak akkor költözünk ki az épületből, ha elkészült a gyógyászati központ 3. ütemű fejlesztése, és az Deák Ferenc utcai rendelőintézetben található szakrendelések és alapellátás már egy új, modern, 21. századi épületbe tud beköltözni. Bérleti díj megfizetése nélkül maradhatnak az épületben a rendelések a gyógyászati központ fejlesztésének befejezése utáni kiköltözésig. Szabó Péter azt is elmondta, hogy a Paks 2-es beruházásért felelős cég komoly fejlesztéseket tervez ebben a városrészben. Több városfejlesztéssel kapcsolatos kérelemmel is megkeresték az önkormányzatot. Korábban az ipari parktól délre eső terület már kijelölésre került szállás jellegű ideiglenes épületek kialakítására.
Most a Cseresznyés felé vezető út melletti Dunamenti Major telephelyén is lakhatási projekt megvalósításához keresik a megoldást. Szabadidős park kialakításának tervével kapcsolatban a Dunapart Molnár árok fölötti része is korcső alá került. Itt kerülne elhelyezésre ezen tanulmányterv szerint a Paksi Atomerőmű látogatóközpontja és egy szabadidős rekreációs terület plázzsal, éttermekkel, kávézókkal, tehát egy sétány jellegű terület. Na most ennek az első szakaszához érkeztünk el. Arról is beszámolt a polgármester, hogy a Paks 2 beruházásért felelős cég támogatásával megvalósulhat a Liget utca felújítása, valamint az ingatlan eladásokból származó forrásból a Búzavirág utca rekonstrukciója. Mindkettőt még idén szeretné megkezdeni a paksi önkormányzat. Jó ütemben halad az első irodai épületek építése az új paksi atomerőművi blokkok felvonulási területén. A munkálatok tavaly nyáron kezdődtek. Most arra 2 irodaépület és egy 100 fős konyha és étterem acélvász szerkezete elkészült. Folyamatban van, illetve rövidesen befejeződik az épületek tető és homlokzati paneleinek szerelése. A háromszintes 800 négyzetméter alapterületű fővállalkozói irodaépületben a második szint fölötti födém vas szerelését követően elvégezték a betonozási munkákat, és megkezdődött az épületgépészeti alapvezetékek épületen belüli fektetése. A négyszintes 880 négyzetméter alapterületű beruházói irodaépületben az első és második szint fölötti födém trapézlemezhéj szerkezetének szerelése zajlik. Rövidesen aláírják az erőmű beruházási központ kivitelezési szerződését is. Közvetlenül az új blokkok telephelyén a Paks 2 ZRT megbízásából épül majd a 300 fő befogadására alkalmas, több mint 3500 négyzetméteres, kétszintes konténer irodaház a társaság munkatársai részére. Számítógépeket ajánlott fel a Tolnatáj Televízió azoknak a rászoruló családoknak, ahol a gyerekek részt vesznek a digitális oktatásban. A gépek a Szekszárdi önkormányzat segítségével jutnak el a diákokhoz. Ács Rezső, a város polgármestere sajtótájékoztató keretében adta át az első néhány eszközt. Szekszárdon nem a mostani volt az első alkalom, amikor a város önkormányzata és egy helyi vállalkozás együtt segített a rászorulóknak. A felajánlott számítógépet veszi át az egyik szekszárdi anyuka. Összesen 13 család kap használt számítógépeket, amiknek köszönhetően a gyerekek távoktatása válik könnyebbé. Horváth Rita 16 éves kamasz fiának vihette haza az elektronikai eszközt. Neki sajnos olyan gépe van, ami nem tartalmaz olyan programokat, amikor az iskolában adnak fel olyan feladatokat, programok vannak, ami az ő gépében nincsen, és így... Ez nekünk nagy könnyedséget jelent, hogy meg tudjuk vele oldani a feladatokat, és tudjunk neki segíteni. A számítógépeket a Tolnatáj Televízió ajánlotta fel. Csatornák vezérigazgatója azt mondja, a digitális oktatás bevezetése sok családot és diákot állított nehéz feladat elé. A felajánlott számítógépek az ő otthoni tanulásukat tehetik könnyebbé. Nem lehet hiányozni, mert ha nem kapcsolódik rá a programra, akkor tulajdonképpen elmarad a lehetőség arra, hogy az iskolai feladatoknak megfeleljen. Tehát ilyen szempontból aztán fontos az, hogy minden családban legyen legalább egy gép. Ács Rezső Szekszárd polgármester azt mondja, a város önkormányzata nagy hangsúlyt fektet az esélyegyenlőségre, ezért a helyi humánszolgáltató központ munkatársai olyan családokat választottak ki, akiknek igazán nagy szükségük volt a távoktatáshoz egy számítógépre. Szeretnék, ha az esélyegyenlőséget mindenki számára tudnánk biztosítani. Technikai akadály ne legyen annak, hogy valaki részt vesz a kérdésben, vagy nem vesz részt. Ez az akció, ez meghallgatásra talált, és a mai napon több mint 10-13 darab számítógép felajánlás érkezett. Szekszárdon nem a mostani volt az első alkalom, amikor az önkormányzat és egy helyi cég együtt segített rászoruló családoknak, hogy így tegyék könnyebbé a digitális oktatás időszakát. Áprilisban Ács Rezső polgármester már 30 darab számítógépet átadott. Akkor a kábel szolgáltató TARK Kft. Azt vállalta, hogy ingyen beköti az internetet azoknak, akik ezt kérik, és hátrányos helyzetűek. A tanév végéig esedékes előfizetési díjat pedig a szekszárdi székhelyű cég és a város önkormányzata együtt vállalták. Akár 23 év börtönt is kaphat egy drogkereskedés miatt elfogott bonyhádi férfi. A 26 éves fiatal állítása szerint 13 éves kora óta drogozott. Az ügyész indítványa alapján, ha beismeri az ellene felhozott vádakat, akkor a 23 helyett csak 6,5 év börtön vár majd rá.
Itt Bonyhádon árult a drogot a 26 éves helyi férfi, nem most először fogták el, 2017 óta többször is a rendőrség látókörébe került, volt, hogy fogyasztásért, máskor terjesztésért kellett felelnie. Saját bevallása szerint 13 éves kora óta drogozott, utoljára tavaly tartottak nála házkutatást, miután megállították az autóját, akkor kendernövényeket, növényi származékot, fehérport és tablettákat is lefoglaltak tőle. A drogok mellett a férfinál még illegális vágyfokozót is találtak a rendőrök. A jelentős mennyiségű kábítószerkereskedelem büntettének a megalapozott gyanúja terheli. Ezen kívül egy alkalommal bizonyíthatóan teljes szexuális teljesítményfokozó szert is eladott egy vevőnek, amely a magyar kereskedelemben illegális szernek minősül, ezért is vádolja az ügyészség, továbbá járművet is oly módon vezetett, hogy szervezetében ekkor is drog állt. A férfi az elfogása, vagyis tavaly óta börtönben várja az ítéletét, a letartóztatását most hosszabbította meg a bíróság. A terhére felrólt bűncselekményekért akár 23 év börtönt is kaphatna, ám az ügyész ennél jóval enyhébb ítélettel is elégedett lenne, ha a díler beismerni a tettét. Amennyiben a vádlott beismerni a terhére rólt bűncselekmények elkövetését, úgy az ügyészség kéri azt, hogy a bíróság 6,5 év fegyházat szabjon ki vele szemben. A férfi valószínűleg az ítélet hirdetésig börtönben marad, mert az ügyész és a bíró szerint szabadlábon fennállna a veszély annak, hogy megszökik az országból. Regionális híreink következnek Baranya és Somogy megyéből. Alapvető élelmiszerekből állítanak össze csomagokat, rászoruló családoknak segít a Vöröskereszt. Unatkoznak a karanténban, sokan akarnak állatot örökbe fogadni. Már építik a BVSK Veolia jövő évi csapatát, 3 élő szerződésű játékos van és marad a vezetőedző is. Tovább folytatja az adománycsomagok készítését a Vöröskereszt Baranya megyei szervezete. Több kamionnyi élelmiszerkonzerv érkezett raktárukba, melyet folyamatosan továbbítanak a megye településein élő rászorultaknak. A konzervek felcímkézése után pénteken már megkapják az érintettek az élelmiszeradománycsomagokat. Raktárhelységgel, szállítóautóval és segítőkkel támogatja a Baranya megyei katasztrófavédelmi igazgatósága a Baranya megyei Vöröskereszt adományozó akcióját. Éppen az egyik konzervgyártól szerdán érkezett 8 raklapnyi konzervadományt rakodják fel az autókra a Vöröskereszt munkatársaival közösen. Somogy, Baranya és Tolna megyei Vöröskereszt megyei szervezetek az alapszervezeteken keresztül a rászoruló családok részére juttatják tovább ugye ezeket az adománycsomagokba bekerül konzerveket. Az elmúlt másfél hónap alatt körülbelül 63 adományozó szervezet cég juttatta el adományát a Vöröskeresztnek. Alapvető élelmiszerekből álló adománycsomagokat készítenek, melyeket tovább szállítanak a megye településeire. A kollégáimmal megrakjuk az adományszatyrokat, ugye, amiben van étolaj, konzerv, levespor, levestészta, körettészta, hát változó, amit éppen felajánlásként kapunk, azt tudjuk mi is ugye a csomagba tenni, mint lehetőség. Hetente érkeznek kamionnal az adományok, amelyeket raktározni, csomagolni és kiszállítani kell Baranya megye településeire. Szerencsére sok a feladat, ezért a Baranya megyei Vöröskereszt 18 és 50 év közötti önkénteseket keres rakodási feladatra és konzervek címkézésére. 10 önkéntessel szerződés is kötnének. Sokan próbálnak menhelyi állatokat örökbe fogadni a járvány kezdete óta, erről számolt be a Kaposvári Kutyatár Egyesület vezetője. Boc Edit azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy az állatokra továbbra sem unaloműzőként kell tekinteni. A szakember a felelősségteljes állattartás fontosságát hangsúlyozta. Ugatástól hangos a kutyatár Kaposvár határában, négy lábúak a kerítésen kívül és belül is, a legnagyobbaktól a legkisebbekig. A koronavírus járvány terjedése óta sokan szeretnének állatot örökbe fogadni, Boncz Edit azonban arra hívja fel a figyelmet, a kutyákra és a macskákra
továbbra sem unaloműzőként kell tekinteni. Az örökbefogadási kezd mindenképpen ugrásszerűen megnőtt, ami nyilván számunkra nem feltétlenül pozitívum, mert a tapasztalataink alapján nagyon sokan unalomból, abszolút spontán felbuzdulásból szívesen fogadnának örökbe bármilyen állatot, viszont mind meg tudjuk ugye, hogy ez sajnos a felelősségtudat az hiányzik mögüle, úgyhogy egyáltalán nem segítjük elő ezt a folyamatot, sőt változtattunk az örökbefogadási protokollon, ugye a személyes találkozót kihagytuk most emiatt, és e-mail címünk van, ahol bemutatkozó leveleket lehet küldeni. Nem mondom, hogy egyszerű, nem is törekszünk arra, hogy ez nagyon egyszerűvé váljon, hanem hogyha valaki ennyi energiát fektet ebbe, és kellő információkhoz jutunk így a e-mailes üzenetváltás kapcsán, akkor utána lehet viszont örökbefogadni. Szinte naponta hoznak be a telepre a megyéből kutyát vagy macskát. Most 230 fölött van a létszám. Kidobott, bántalmazott, megunt állatok. A civil szervezet tagjai számos esettel találkoztak már. Nyilván a szezonja van ugye a kölyök kutyáknak, tehát szaporulat folyamatosan jön be hozzánk. A kölyök kutyák nem lehet az ivartalanítást itt egyszerűen gyakorlattá tenni, nem lehet, nem értik meg az emberek. Egyébként szabadulnak is a szaporulattól, mert azon kívül, hogy ugye nyilván az a legextrém, nem extrém számunkra abszolút ismert probléma, hogy kiteszik, viszont még mindig el lehet osztogatni egy csomó kölyköt, mert az emberek nem gondolják végig, hogy legyen kutyája, ne legyen kutyája, tehát el lehet osztogatni a szaporulatot. Az, hogy utána annak mi lesz a sorsa, az nem. Nyilván nem érdekli azt, akinél született az a szaporulat. A telepen gyarapodó állatok ellátása és ivartalanítása sok pénzt emészt fel. Boncz Edith azt mondja, sok segítőkész ember van, akik akár egy-egy sétáltatással, élelmiszeradománnyal vagy éppen pénzzel támogatják az egyesületet. Május 4-én tartotta Soros elnökségi ülését a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöksége, amelyen többek között döntöttek a női és a férfi A csoport jövő évi versenykiírásáról. A PVSK Veolia csapatának jelenleg 3 élő szerződéssel rendelkező játékosa van, és Dragan Aleksics marad a vezető edző, akinek munkáját a tervek szerint Andrija Csirics segíti majd. A gárda irányítója Pongó Máté Szolnokra igazolt. Az MKOS fenntartja korábbi döntését, miszerint a válogatott és egyéb szakmai programokat május 31-éig felfüggeszti, és a csapatoknak sem javasolja, hogy megkezdjék a szervezett edzéseket. A PVSK Veolia együttesének jelenleg 3 élő szerződéssel rendelkező játékosa van. Kruják Andrisnak, Bíró Leventének és Alexej Carevnek van élő szerződés a következő szezonra is. Ugye Dragan Aleksics marad, és nagyon úgy néz ki, hogy Csirics abba hagyja a pályafutását, és őt szeretnénk másodedző státuszba, NB1B segítő, egyéni képzéseket segítő státuszba az edzői stábba látni. Pongó Máté Szolnokra igazolt. A kosaras, akit a közelmúltban választottak Baranya legjobbjának, a nemzetközi kupa szereplés miatt hagyta el a PVSK Veoliát. Pongó Máté 2 évre kötelezte el magát a tiszapartiakhoz. Hívott telefonon, és hosszasan beszélgetve nehéz volt a válás. Ő nagyon sokat tett a PVSK-ért, és megköszöntük neki az eddigi munkáját. Egyelőre a többiekről konkrétum nincs, hát így szép lassan folynak az egyeztetések, de nagyon konkrétum még nincsen. A tervek szerint a PVSK Veolia augusztus elején megkezdi az edzéseket. A vírushelyzet ismeretében 2 kezdési dátummal, október 3-ával és október 31-ével kalkulál a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Ha elkezdhető a bajnokság október 3-án, akkor a férfiaknál rövidített középszakaszt terveznek kevesebb mérkőzéssel. Ha később lesz a bajnoki rajt, akkor nem rendeznek a következő szezonban középszakaszt. Végül mutatjuk újra Tolna megye legfontosabb híreit. Újraindult a járóbetegellátás, előzetes időpontot kell kérni mindenkinek. Szombaton nyit a szekszárdi piac, az időseknek külön idősávot határoztak meg. Rémhírterjesztőt fogtak a rendőrök, kórházak bezárásáról posztolt a Facebookra. Számítógépeket adományozott a Tolnatáj Televízió, a gépek Szekszárd önkormányzatának segítségével rászoruló családokhoz kerülnek. Hétvégén felhősebb, de meleg, kissé füllett idő várható, csak átmeneti időszakokra szakadozhat, vékonyodhat a felhőzet és süthet ki a nap, eső nem várható, éjjelenként gyengén felhős, csillagfényes időre van kilátás.
Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!